Aloha emberek, sziasztok! Ebben a videóban le fogunk menni 4 napra kempingezni a Balaton Szemesi Vadvirág kempingbe anyuékkal, és ott lesz a Kata is, mert neki nagy vágya volt, hogy lejöjjön végre a Vadvirág kempingbe, mert utoljára ugye Japán előtt volt, azaz 4 éve volt ott Balcsin. Úgyhogy yes, hamarosan indulok, most még meg fogok kávézni, meg hajat mosok, meg megfürdök, meg arcot ápolok, aztán anyukám hívni fog, hogy elindultunk, és akkor elindulhatok én is, és yes, ha érdekel benneteket ez a videó, akkor tartsatok velem! Na, kiültem egy kicsit kávézni, ugye, mint mondtam, hogy megiszom a kis kávémat, összepakolok, aztán elindulok. Viszont felhívtam édesanyámékat, és azt mondták, hogy még jelenleg kilátástalan a helyzet, hogy mikor fognak indulni, meg hogyan is lesz ez a balatoni nyaralás, szóval még várok, én meg csak így ültem, hogy thank you. Lemi. Na mindegy, remélem a következő snitben már azt fogom mondani, hogy elindulok. Tehát édesanyám még hívtak, hogy egy órán belül elindulnak, én gyorsan csináltam magamnak egy kis lazacos, nem tudom, elég ocsmányul néz már ki. Egy hete ugye nagyon beteg voltam, sajnos tisztősmandula gyulladással feküdtem itthon, és azóta nem nagyon tudok enni, ennek már egy hete, másfél hete, és nem nagyon tudok enni, szóval egy gyomrom így összement. Szóval körülbelül egy órán belül én is el fogok indulni, a kajámat elteszem, azt nem tudtam olyan megenni, de már nagyon izgulok és várom, hogy Balatonon legyek. Szóval még kicsit összepakolászok, aztán indulok. Összepakoltam a cuccokat, Patrikot megkértem. Patrikot megkértem, hogy segítsen nekem lecipekedni, kicsit kicsiptem magam, vagy hát megcsináltam magamat emberi formára. Úgyhogy, let's go! Sziasztok! Szóval elindultam már az autópályán, szóval körülbelül egy óra is lent vagyok Balaton Szemesen, úgyhogy majd ott folytatom. Bye-bye! Na, leérkeztünk végre Balatonra. Van egy saját parcellánk, anyáik már állítják össze a nagy sátrat, és akkor most fogjuk mi is összeállítani a mi kis sátrunkat a Katával. Kicsit ideges, mert nem áll neki meg. Ez egy fos! Kicsit csáléra lett állítva szerint. Lecsit! Jelentem, hogy soha nem voltam ennyire rosszul még a melegtől. Szóval ilyen kis pavilonunk van, itt van anyuék sátra, itt van a mi sátra. Ez itt. Kis kempinggáz, indukciós főzőlap, kis asztal, még egy asztal, kajálós asztal, egy kata. Itt meg még majd fények lesznek. Itt mérgelődsz. Mert ez most elindulunk boltba, hogy legyen kaja. De figyelj, eltolatszod akkor. Nem tolatok én. Meleg van. Bejöttünk a... Meg a Tesco-ba vásárolni. Vagyunk a gyümölcsös zöldséges részlegen. Holnap brassóit fogunk csinálni. Tudod a hagymát? Imádom a hagymát. Hú, mekkora hagymát. De nem kéne nagyot ilyen. De ez jó. Ami nem puha, olyat kell venni, gyerekek. Anyuék nem hoztak poharakat, úgyhogy gondoltam, bemegyek gyors a Pepco-ba, és beszerváltam 4 poharat. Most már végre megyünk haza, és amire most már csobbanhatok, a Balatonban már tiszta ízletők, és már szomjas is vagyok. Mindenkinek minden baja van. Kértem egy vizet. Itt van. Thank you! Nagy nehezen végre visszaértünk a kempingbe, és megyünk fürcsézni. Így este 8-kor. Végre hazaértünk. Most átöltözök, és megyünk csobbanni. Nagyon elegem van. Melegem van, minden bajom van, és tiszta hisztis vagyok, szóval lehet, hogy mára elrakom magam, mert idegesítő vagyok.
Jó reggelt, mint mondtam, tegnap elraktam magamat aludni, de arra keltem, hogy valami dübörög, szóval reggel 6 óra van. Morgan Freeman. Smash! Zöld háttér nem kell? Mint ha fű lenne. Bevágok a Thank you so much, your services. Szóval, Virslit reggeliztünk. Nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés, de szerintem délelőtti csendes pihi, meg mosogatás. Anya! Na, anyuék elmentek boltba mosószerért. Aztán apával itt maradtam. És nagyon fáradt vagyok, úgyhogy legszívesebben még aludnék egy pár órát. Jó, hát igazából elfelejtettem felvenni. Az utolsó felett meg a számban. De apánál még van. Várj is az összes. Na, édesanyám még visszatértek. Én egy kicsit relaxáltam, bár poshat volt ott benne a levegő. Visszajöttek a boltba, és kaptam egy kis waffelinit, szóval ezt most be fogom nyomni. És megyünk be a Balcsiba egy kicsit főcsízni. Nem ittek? Gyerekek, a Balaton víze eszméletlenül jó volt. Ugye, Katty? Ja. 2 kilométert besétáltunk. Találtunk egy ceruzát. Tényleg. A Balatonba. Ja. Készül a brassói. Beraksz a pár. Hieroglifát. Az, miért most szerinted? Hogy hívják ezt a... Mi a különbség, hogy allergia vagy ott, csak semmi különbség nincs, mert az allergia nincs, úgy sem szerintem. Kata, mondd már nekem itt videóban azért, hogy hogy hívják. Mit? Azt szóval. Az etodózu, ez... És már kész is van a finom, mi ez? Brassói. Na, a kincsi. Hali, szimat vagyok. Úgy ismerem az erdőt, mint a tenyeremet. There's a souls in this house. Yes, man. Ez már most meg. Jön a vihar. Elég nagy vihar jön. Tiszta fekete minden. De megmutatjuk, hogy milyen most a Balaton. Gyertek velünk! Erre, srácok! Megtámadott egy kis kutya. De cuki! Szia! Bocsi, nem akartam helyezni. Szia! Jó, de Ori vagy. Hello! Nagyon cuki gyerekek, találtuk egy kis barátot. Nos gyerekek, hát ekkora vihar felhőjön. Eha. Jön a vihír. Aztán innen én... Nyilván ilyenkor van vihar, amikor én nem vagyok a Balatonon. Ugye a sziget se jött össze. És már semmi. Ami... Legalább megszárad a hajam. Hello, bemész? Levette, hogy családbarátként nem dubálsz csúnyákat. Nincs lesz, hogy vetted? Hát szerettem volna, de mindig. De az, ha benne van a seggem, akkor ugyanakkor... De azt kivágom, de magamat veszem, nem tény. Ne az úgy, akkor mi lesz, hogy kivágod? Most ahogy csúnyán kivágod. Beszélsz, azt vágom ki. Persze, ilyenkor nem beszélsz csúnyán, mi? Akkor veszem. Szóval elkapott minket a vihar, már itt van. Well. Muti? De fejére. De egybe van itt a nyakam. Elázom. Megjöttek végre a robcsiék is, és most végre kisütött a napocska. Hát azért megjöttünk. Délután csináltam egy taktikai szunyát, mert nagyon fáradt voltam. Átöltözök, aztán mehetünk, csak ők itt hagynak engem. Nos, már mindenki eszi a kis lángos, katakabot. Hol a blogot? Hát ezt kértem. Az egy ez a kóstoló lángos. Juhú, fincsi! Na, elmentünk a Spárba a Katával, mert estére csinálunk egy TikTok videót. Menjek veled a Spárba? Jó. Hát nem muszáj. És
Mondjuk. Csak viccelek, jó, ez persze. Na, és elmentünk a Spárba, ugye megvettük ezeket a tejeket, és mire visszértünk, anyám még kitaláltak, hogy jó, akkor holnap hack legyen, de holnap nincs nyitva semmilyen bolt, mert augusztus 20-a lesz, ezáltal most menni kell még egyszer. A benzin úgyis ingyen van. Fánk, vagy mi? És mondd meg, hogy mennyibe került? Fogd már meg a kezedbe, hogy megfordulj. Mennyibe került, kapta ez a kis lángos? Nem tudom. Jó. Gyártási. Köszön. 4000? Az egy... Ő itt édesapukám. Eljöttünk a Spárba, hogy majd veszünk hektörzset, de sajnos nincs. Úgyhogy el kell menni másik boltba. Ugye muter? Hazaértünk, és most fogjuk megcsinálni a TikTok videót. Bemutatom, hogy ide be fogom vágni, hogy milyen videó lesz az, amit meg fogunk csinálni. Check it out! Na, így nézünk ki jelenleg. Kata is be van öltözve. Ő széket visz, én meg a tejet. Szóval most fogjuk leforgatni a TikTok videót. We go! We should go! Yes! Nem látszik belőlünk semmi. Elmentünk megcsinálni a trendet, és fú, gyerekek, annyira büdös vagyok a tejtől, úgyhogy most melyik is az első dolgom, hogy lezuhanyozok, mert egy ragadok, a szemem nem látok, mert belefolyt a tej. Ja, homályosan látok, úgyhogy remélem megmarad a szemem, és nem fogok megvakulni. Szóval, trend pipa, nagyon jó lett, majd bevágom ide. Végeztünk a fürcsivel, haját is mostunk, és jöhet az esti kocintás. Na jó, De ez zavaró. Engem szóval. Gyönyörű. Ne nincs az ajánlik. De a tetején van csend meg. Szemhéj. De ez egy ilyen kence, ilyen smink. Púder. Ugyanaz. Szemfény. Szemceruza. Nem, harmadik japános zabálják ezt. A sushi. Nem. Egyszerű, mi is eszük, azt akarod enni holnap a holnap. Jó reggelt, hát ma egész nap esti fog, szóval a mai nap kuka. Nem kuka. De kuka, mi mit fogunk csinálni? Ó, megyünk biciklizni, ne viccel. Esőbe. Esőbe? Viszontlátásra. Szoktál biciklizni esőbe? Nem, és nem is fogok. Köszönöm, Csabi. Vizesek a kocsit. Ne törődjük. Meg a matrakanyót. Ez az öt mindegy már. Na majd tényleg, mites most kéne? 2, 1. Yummy! Azt találtuk ki, hogy elmegyünk strandra, ugyanis nagyon rossz idő van, és ilyen beltéri strandra megyünk valahova. Gál? Vagy valami ilyesmi, ilyen beltéri strandra, és akkor ott el leszünk a családdal. Na, ezek meg elmennek picajozni. Helyzetjelentés, nem megyünk strandra. Nem mink sehova. Volt már itt olyan, hogy elmegyünk szabaduló szobába, de az is kuka. Na, hellosztok, gyors, csináltam egy taktikai alvást, hazajöttek a Katáék, apa meg nekiállt már az ebédnek. Finom hack lesz, van még 3 zacskóval. Csinálják a friss hack-et. De balatoni hack plusz Argentína, de az kit érdekel. Találtunk egy padot. És ezt elvittük magunkhoz. Yes, és mindig. Oda jöttek hozzánk, hogy elnézést, ez az én padom. Ez amúgy nem is a kempingnek a tulajdona, hanem az enyém. És hogyha egyszer leszállunk róla, akkor szolgáltassuk vissza. Onnan ilyen stílusban. De ilyen szarkasztikusan mondta az egészet, iróniával. Anyám meg elkezdi, olyan kedves volt, mondom, igen. Ki? Ki csoda? Na mindegy, szóval ennyi. Most és keresünk, most keresünk egy padot. Hunting van. Yes!
hogy legyen saját padunk, mert nagyon kényelmes volt. Szóval, let's go! Találtunk egy ilyen lomtalanítás részleget. Kozsa, vigyük. Megfordítsz, lopjuk, visszük. Adrien széket lop. Nem á. Oh, fuck. Az igen. Elindultunk a túránkra, én találtam egy ilyen kóta kettővel hetszer. Imádjuk. Csináljuk a kaját. Elmentünk boltba, Robcsi. Na szóval elmentünk boltba, vettünk egy-két dolgot, mert elfogyott az almalevem. Nem volt vita tigris. Szóval, ugye visszérünk, már kész lesz a kajcsi. Úgyhogy yes, már várom, hogy egyek egy kis halacskát. Eljebb! Ja. Te hülye! Show it up! Még egy kicsit. Megtoltam egy lépéssel. Megvan. Na, úgy döntöttünk, hogy lejövünk fürdeni, bár én nem fogok. Meg a kacs se. De többiek igen. Yes, papa. Holy mother. Trucker. megint jön egy viharocska. Leültünk kicsit a stégre, vagy mi ez? Stég. Lépcsőre. Ez mi a halál? Oh my... Fúj. Vagyok én! Ez kéne várna a hangot. Sziasztok, srácok, hogy az utolsó nap, és megyünk haza, és pánikszerűen már rakjuk össze a dolgokat, mert annyira fúj a szél, tehát nézzétek meg, elviszi a hajamat, meg az összes fát is. Megyünk haza, mert úgy volt, hogy ma még maradunk estig, de semmi értelme, mert a bacsba már nem tudunk fürdeni. Minusz 50 fok van, és fúj a szél, mutatom. Átpakolunk. Ott volt a sátor helyen. Go home. Semmi izgalmas nem történt ebbe a vlogba. Show it up your ass! Hajam az valahol Hát, összepakoltunk. Ilyet csinálok. Hát vége. De úgy fúj a szél, mint a rossebb. Azaz. Azért ülünk a kocsiban. Ja, mert már fájt a fülem amúgy nagyon. Most megbeszélik olyan, hogy hova mennek kaján, remélem engem azért felhívnak. Ja, mert most menjünk gyorsban még egy közös kajálásra, mert azok jó dolgok. És utána mindenki go home. Guten Abend. Bye bye! Eljöttünk piacozni, igazából, és utána megyünk csak kajálni. Vettem 7000-ért egy gyertyát, de a saját csillagjegyem, szóval ezt majd ki fogjuk bontani, és meg fogjuk együtt nézni. Nagyon ciki volt a csaj, szóval látod ezt a videót, akkor 1000 puszi, imádom. Úgyhogy majd otthon kibontjuk, ha hazaértem. Na, eljöttünk az étterembe, és most kajcsizni fogunk. Ki hitte volna? Az első király. Meg is jött a... Hunyadi szelet. Az, hunyadi szelet. Aki tudja, mi az, írja le kommentbe. Nos, hát én már elindultam hazafele, most várok vonatra, hogy elmenjen, és akkor tudok tovább haladni hazafele Pestre. Perfect. Thank you. Olyan szomorú itt adni Balatont. Na, halló, baló! Jó napot kívánok! Hazaértem! Kicsit szomorú vagyok, hogy jött a zuhé, és ennyi volt ez a kis nyaralás, mert sokkal jobb lett volna még egy pár napot ott maradni,
De a Kata 4 nap múlva megy haza, szóval igazából én őt 2 nap múlva látni fogom, mert jön fel kedden. Úgyhogy ennyi igazából. Kicsit hiányzik már most a Balaton, de majd jövőre megyünk megint. Sziasztok srácok, mint ígértem, ki fogjuk együtt bontani a kis gyertyámat, úgyhogy meg is fogjuk nézni. Azt mondta a leányzó, hogy ebbe van az útmutató, szóval meg fogjuk nézni, hogy mi is van benne. Mert van a kis logó, nagyon cuki. Nézzük, van benne egy ilyen, de jó. Tölts be harmóniával a lelked és az otthonodat. A gyertya. Töltse be, nem tudok olvasni. Támogatásod, köszönöm, de jó! Ajándék kedvezményt is kaptam, 800 forintot. Ajándék gyertya, első lépés, és itt le van tényleg írva. Gyújtsd meg a gyertyát, második lépés, várj addig, amíg felbukkan az ajándék, mert ugye a gyertyában van valami kis ajándék, ami a horoszkópomhoz fűződik. Óvatosan csípesz segítségével, vedd ki, amikor már felolvad megfelelően a viasz. Gyertya helyes használata. Első lépő, gyújtsd meg a gyertyát, addig már kell éppen felolvadt. Jó. Hát ez nagyon szuper. Köszönöm szépen, ez biztos, hogy meg fogom tartani. Bele is teszem a kis zacsiba. És akkor nézzük is a gyertyát, mert ugye én rák vagyok, és hát gyerekek, eszméletlenül jó. Jaj. Nagyon jó illata van, és tele van kristállyal. Nagyon szuper. Úgyhogy szerintem este én ezt meg is fogom gyújtani, úgyhogy thank you so much, nagyon-nagyon tetszik, és szerintem belinkelem majd ide nektek az instáját, majd nézzétek meg és támogassátok, mert szerintem eszméletlen király, és ilyen kis ajándékot is tettek bele, meg képzétek el, kaptam egy kvarckövet is, egy pillanat. Eszméletlenül mosolygós a csajszi amúgy, és nagyon cuki, tele van élettel, és kaptam ajándékba egy ilyen kvarckövet is, és szerintem nagyon szép. Nézzétek, ahogy csillog. Szóval igazából ezt tartalmaz a kis zacskó, és ugye mivel már hazaértem ennek a vlognak, summer vlog, vagy nem tudom, balatoni vlognak most ezennel vége. És remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, és hogyha szeretnétek belőlem többet látni, akkor a következő videóban pedig találkozunk. Legyen szép napotok, és aloha gyerekek! Sziasztok!